Fontos, hogy minden családban legyen egy-egy ember, aki képes arra, hogy életet mentsen, segítséget nyújtson. Ezt a célt szolgálja az az elsősegély nyújtó tanfolyam, amely hamarosan elindul városszerte. Sokan kerültek már olyan szituációba, hogy vagy egy ájulás, vagy egy utcai rosszulét, vagy valahol tömegben valaki rosszul érezte magát, és hogy olyankor mit csináljon egy törött kéz. Ez arról szól, hogy ilyenkor bátran merjen oda menni, hiszen az a lényeg, hogy annak a másik embernek az életét, az egészségét megóvjuk, megmentsük. Rögtön el is kezdjük a mellkas kompressziót. Székesfehérvár egészségfejlesztési tervében fontos célkitűzéseket fogalmaztak meg. Ennek részét képezik a partneri együttműködések, a közösségek és civilek bevonása az egészségfejlesztésbe. A város külső források bevonásával is több programot valósít meg. Nagyon örültünk annak, hogy egy sikeres pályázatot sikerült írnunk, amit Amerikában bíráltak el, és így nyertük ezt a 15 000 dollárt ennek a tanfolyamnak a finanszírozásához. A tanfolyamon különböző eszközök segítik az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati tudnivalók elsajátítását, így például ez a speciális baba is fontos szerepet kap az oktatások során. Az újraélesztést fogja segíteni, illetve egy kicsit, hogy közelebb kerüljenek az emberi testhez. Ez a baba hasonlít egy kicsit a statikája a mellkasnak az anatómiájához, a mellkasnak a statikájához, úgyhogy nagyon hatékonyan lehet gyakorolni rajta az újraélesztést. Ennek a tanfolyamnak meg az a lényege, tehát amit én itt gyakorlatilag kitaláltam, hogy leegyszerűsítettük, érthetővé tettük az első segélynyújtást abszolút. A tematikának vannak gyerekekre és felnőttekre szabott részei is. Az első segély tanfolyamra folyamatosan várják a jelentkezéseket az iskolások számára, a helyszíneken megszervezik majd a képzéseket, a felnőtt jelentkezők a humánszolgáltató intézetnél kaphatnak bővebb tájékoztatást, a tanfolyamon térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. Így folyamatosan várják a jelentkezéseket a humánszolgáltató intézetnél, telefonon a 22-505-467-es telefonszám 101-es mellékén, valamint az elsősegély@humanszolg.hu e-mail címen.